15 évvel ezelőtt különleges vállalkozásba fogotta a Kecskeméti Televízió. Stábunk végig kísérte a Katona József Színház egyik előadása születésének szinte teljes folyamatát. Az első olvasópróbáktól a premierig vezető utat bemutató összeállításban a produkció rendezője, díszlet és jelmeztervezője, és természetesen a darab két főszereplője is megszólalt. Kedves nézőink, az Annó mai adásában ezt a felvételünket láthatják ismét. Közel két hónapos munka, amíg egy színházi előadás eljut az olvasó próbától a bemutatóig. Mire a közönség megtölti a nézőteret, már minden készen áll. De vajon mi minden történik a próba folyamat alatt? A Kecskeméti Katona József Színház legutóbb a Meglőttük a fényes sellőt című vígjátékot mutatta be, amelyet Louis Fedó álnéven Posgai Zsolt írt. Stábunk Beralinda szerkesztő, Badacsonyi N. Zoltán és Zimai András operatőrök ott voltak az előadás születésének első pillanatától az utolsóig. Az összeállítás vágója Karádi Anna Mária volt. Díszfényben ragyogó színházépület, gyülekező emberek, kabátok a ruhatárban. Premier van. A Meglőttük a fényes sellőt című darab ősbemutatóját tartják. Már kezdődik is a komédia. De ne szaladjunk ennyire előre. Az előadás története sokkal korábban az olvasó próbával kezdődik. A színészek ekkor találkoznak először a szerepeikkel. A rendező ekkor ismerteti a koncepciót, sőt már a jelmez és díszlettervek is elkészülnek erre az alkalomra. Most ez a jelenet, amikor mentek a bocsátba. Ezután következnek a rendelkező próbák, amikor az derül ki, hogy ki honnan, miért jön be, hová ül le, és így tovább. Ha ezt tisztázták, az emlékpróbákra kerül sor. Az emlékpróbákkal kezdődik el az a folyamat, ez a leghosszabb, a 6-7-ből körülbelül 5, amikor megpróbáljuk közösen összerakni és élővé tenni azokat az alaphelyzeteket, amiket a szerző a kezünkbe adott, illetve amelyeket a színpad lehetővé tesz. A színészek ebben az időszakban dolgoznák ki a szerepeiket. Alapvetően nekem az a dolgom, hogy az egész működjön, és ne essen szét darabokra, hisz ha mindenki essen, amit akar, akkor lehet, hogy nagyon szép akarások kerülnének egymás mellé, csak éppen az egész nem tudna követhető történetté válni, vagy nem egészen arról szólna, amiről szeretnénk. Itt egy kifejezetten szakmai feladatról van szó. Meg tudunk-e új gyakorlatként csinálni, tehát mint egy Paganini-féle virtuóz hegedű darab, nem biztos, hogy ez a Wagneri zene csúcsa, ugyanakkor nem biztos, hogy mindenki el tudja játszani. És engem régóta bosszant, hogy elég sokan csinálnak mostanában színházat úgy, hogy az elementáris zongora vagy hegedű iskolával nincsenek tisztában. Az, hogy ezt itt jobbára mindannyian tudjuk, azért azt hiszem ki fog derülni, és így módon a közönség valóban jól szórakozhat. Régi vágyam, hogy ezt megmutassam, ezt a kunstlét. A színdarab egy jómódú párizsi házban, illetve a tóparton játszódik, valamikor a 20. század legelején. Most a díszletező és öltöző próbán vagyunk. Ilyenkor állítják fel először teljes egészében a díszlet elemeit, és hozzáigazítják a fényeket. A játék tér itt szimbolikus. Tulajdonképpen ez egy fehér doboz, ami lehet lakás is, lehet az életterünk is, és ebbe fordul meg minden. A forgót használjuk, a színészek és az élet itt zajlik. A díszleteket nem úgy kell szemlélni, vagy játéktereket kell. Hogyha én egy fekete függönyt leengedek, az lehet éjszaka, az akkor lehet mocsár, bármi lehet. Ez azért van felhasogatva, hogy át lehessen járni rajta, és a műanyag fólia gyönyörűen csillog, és ettől éjszakai mocsár. A díszlet alapvetően három színben pompázik, fehérben, feketében és élénkzöldben. Hasonló színárnyalatokat fedezhetünk fel a színpadi ruhákon is. Az volt az elképzelésünk, hogy ebben mégis a Fedó korában történő stílust valósítjuk meg a ruhákban, mert azok a korabeli ruhák ezeket a fajta
furcsa szemérmességeket, álszentségeket, eltakarásokat és megnyilatkozásokat jobban ki tudják fejezni, mint a mai ruhák, amelyek sokkal többet mutatnak meg, és sokkal nyitottabb életet reprodukálnak. Úgyhogy megtartottuk a kort, és hát ennek megfelelően a női és férfi ruháknál és a mai szemnek bizonyos grotesz, meg érdekes karakterek jobban kifejezésre jutnak. A jelmez tervező nem csupán az öltözékért felel, a frizura és a smink kialakítása is az ő feladata. Természetszerűleg a haj és a smink is az én területemre tartozik. Ilyenkor az első öltözéskor, amikor már van világítás valamelyest, akkor hozzá tudok már szólni, hogy például ezen a sminken mit kell változtatni, vagy a hajon, vagy ilyesmi. És természetszerűleg olyanokat, ahol paróka igény van, azt már ugyanakkor, amikor ott voltatok az olvasópróbán, kész voltak a tervek, és akkor miután az anyagbeszerzés is megtörténik, és elindul a varrodák munkája, akkor szokott lenni a fodrásztár vezetőjével is megbeszélés, tehát nagyon gondos előkészítő munkát igényel az, hogy milyen parókát tudnak alkalmasint adni. A felkészülés utolsó állomása a főpróba hét. Ezeken a próbákon csak apró simításokra van szükség, és az is előfordul, hogy nézők előtt gyakorolnak. Ilyenkor a színész izgul, hogy amikor először látja a közönség az előadást, akkor milyen fogadtatásban részesül. Másrészt pedig, hát ilyenkor a színésznek mindig olyan állapotba kell hozni magát, hogy a lehető legjobbat tudja nyújtani, és ezek úgy hullámzanak az emberben. A történet tengelyében két házas pár áll. Kukkoázé doktor megcsalja a feleségét, ám ez kiderül. Ezért el kell intéznie, hogy arája is megcsalja őt, így talán megtarthatja házasságát és vagyonát is. Az alibi keresésben barátja Turek nyújt segítséget, de közben ő maga is gyanúba keveredik a saját felesége előtt. Ez a szituáció számtalan mosolyogtató félreértésnek ad alapot, és ott van még a vén orosz tábornok és a rajongó Lumière is. Ahhoz, hogy jól működjön a színpadon a darab, a színészeknek egymásra is oda kell figyelni. Ez egy összmunka. Itt nincs minimális szükség van egyéni kicsillogásra. Az ensemble együtt dolgozik, együtt van színen jóformán állandóan, és közös stílusban teremtenek, tehát a szerep nem olyan, és a darab sem olyan, ahova hatalmas drámai erő, vagy tragikai mélységek, vagy az emberábrázolásnak olyan mélységei kellenének, ami egy nagy drámai szerephez. Ez egy rendezői színház, a rendezői elképzelésnek felelünk meg. Fölmegyek a padlásra! Vigyázzon, meg van azonban a feljáró. Nagyon kedves! Ez azért nem volt rossz. De valahogy mégsem volt. Nem. Az a mi tragédiánk, drágám, hogy szükségünk van a férfiakra. Végül eljön a nap, a premier estéje, amikor élettel, közönséggel telik meg a színház. Ez az öltözőben készülődő színészek legnagyobb öröme. Hát az a legfontosabb. Hát azért csináljuk. Hát azért csináljuk, hogy néző ott legyen és nézze az előadást. Ha nincs néző, akkor mi nagyon szomorúak vagyunk. Ha meg van néző, akkor baromi vidámak vagyunk és nagyon jól játszunk. A közönség már elfoglalta a helyét. Elsötétedik a nézőtér, kezdődik a színdarab. Ezekben a pillanatokban egyszerre érik be, és születik meg az előadás.